Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Ez az emberi lét értelmére vonatkozó rejtélyes válasz, alig hanem a leggyakoribb szépirodalmi idézetek egyike. Erre is utaltak a szervezők, amikor a Mondottam ember új értékek a Madács Kutatásban című konferenciát meghirdették, amelyre az ország minden tájáról várták a madáccsal foglalkozó irodalomtörténészek legfrissebb tudományos termését. A konferenciát a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete szervezte, így néhány éven belül ez már Zsinórban a 6. olyan tudományos tanácskozás, amelynek a megyei könyvtár ad otthont. Az utóbbi években szerveztünk 2 Móricz konferenciát, egy Ratkó Józsefet, egy Krúdit és egy Pilinszkit, és most Madács konferenciát tartunk. Azt még el kell mondanom, hogy eleve az volt a célunk, hogy az előadásoknak a szerkesztett változatait a Szabolcs-Szatmár Beregi szemlébe megjelentetjük. És ez minden évnek a 4. számában napvilágot is láttak az előadások, sőt az első konferenciának az anyagát, a Krúdit, azt egy külön kötetbe is kiadtuk. És a tavalyi Móricz konferencia anyaga is hamarosan meg fog jelenni a könyvtár kiadásában egy önálló kötetben. A 2023-as esztendő a himnusz megírásának 200. évfordulója mellett Petőfi Sándor és Madács Imre születésének 200. évfordulóját is elhozta. A konferencia egyik szervezője szerint épp ez volt a cél, hogy Petőfi mellett Madács Imre is megkapja az őt megillető tudományos figyelmet. Petőfi mellett én nagyon örülök, hogy Madácsra is hangsúly helyeződik, tehát nem mondanám azt, hogy Petőfi árnyékában Madács, hanem azt mondanám, hogy mind a ketten kiemelkedő jeles szerzők, és ez is mutatja azt, hogy nincs 2 egyforma ember, 2 egyforma alkotó. Egy rövid idő alatt egy vagabund, igazi költészetet teremtő Petőfi, és egy kicsikét visszahúzódóbb, sok művön próbálkozó, és végül egy igazi nagy művet megíró Madács az ember tragédiájával valóban kiemelkedő, nagyon fontos. A konferencia első előadója Pető József, Madács Imre költői munkásságáról és annak ellentmondásos irodalomtörténeti megítéléséről beszélt a hallgatóságnak, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ne csak az ember tragédiája című drámai költemény legyen a kutatások fókuszában. Ettől függetlenül kétségtelen tény, hogy a magyar irodalomra tett legnagyobb hatása vitathatatlanul Madács emberi sorsdrámájának van, amelyet ezek a civil adományból származó régi képeslapok is bizonyítanak. Minya Károly előadásában arra kereste a válaszokat, hogy Madács főművének sikerességében mekkora szerepet játszott az, hogy Arany János kezei között is megfordult a kézirat. Én például azzal fogok foglalkozni, ami újra egy kiemelkedő költő, hogy Arany János mennyit javított ezen a művön, azonban annyit hadd mondjak el, hogy még Babits állítása ellenében is a szakirodalom alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem Arany János írta ezt a művet, tehát voltak ilyen vélemények, hogy olyan sokat javított rajta Arany János, hogy ez már nem is Madácsnak a műve, mert alapvetően a 80% helyesírási és egyéb nyelvhelyességi vagy szó rendbeli javításokat végzett Arany János, tehát ugyanúgy Madácsé ez a mű, kiemelkedő ez a mű, és azt is mondhatom, hogy az embernek esetleg 10 évente újra kellene olvasnia. Karádi Zsolt irodalomtörténész a konferenciát megnyitó beszédében elmondta, eredetileg Andor Csaba, a matematikusból lett ismert Madács díjas kutató is tartott volna előadást a konferencián, de a Madács Irodalmi Társaság egykori alapító tagja tavaly karácsony másnapján elhunyt. Bene Zoltán, a Madács Társaság elnöke úgy fogalmazott, Andor Csaba halála nem csak veszteség, de korszakhatár is a Madács kutatásban.